Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Warframe update videó az update-ről, ami nem rég jött ki, ugye? Kaptunk új frissítés és rengeteg anyag érkezett, szóval így egy perc, hogy belépsz a Warframe és így egy csomó információ halmaz ellát, és ahogy ez lenni szokott a Warframe-ben, csak információ morzsákat kapsz, ami aztán beletelik egy fél évi nyomozásodba, hogy mi miért történik. Úgyhogy most jönnek ezek a információ morzsák, és minden, amit eddig megtudtam róla. Ha kihagynék valamit, akkor kérlek írjátok le azt, hogy mit hagytam ki, hogy segítsük így egymást, és csináljuk a dolgokat. Na most, mi jött az új dolgokkal? Megpróbálok tényleg mindent elmondani. Azt beszélnék kicsit az új skinekről, az új űrhajóról, mi az áruk, megéri-e, nem éri meg, új fegyverek. És a többi, és a többi. Na most kezdjük, szerintem elmegyünk a marketben, mert ott a legegyszerűbb elmagyarázni és megmutatni a dolgokat, talán még leugrunk utána a dojoba is, mert ott is vannak újdonságok. Na most ugye az egyik legjobban várt dolog, Valkür új skine. Hát nem tudom, mit mondtok hozzá, 150 plot, logikus, hogy 150 plot, minden ilyen skin ilyen 150 plot körül mozog. Hát ez valami, nem tudom, én egy kicsit csalódtam, ugye a történet szerint mielőtt Valkürt elfogták volna és megkínozták volna, így nézett ki. Nagyon erotikus. Nem tudom, nem egy szépség. Itt se, sose volt az, de, vagyis bocs Kidó, de azt kell mondja, nem a Valkür a legszebb Valkürja, hát ne haragudj. Így néz ki, próbálja az ember színezni úgy, ahogy tetszik neki, vagyis hát így próbálkozik vele az ember. Na de, hát igen. Ez az egyik új Sziandana, róla is beszélhetünk majd. Szóval így néz ki mondjuk egy kicsit másképp színezve. Igyekszik az ember valami szépet kihozni belőle, de nem rossz, de valahogy úgy érzem, hogy ez a skin kivételesen 150 platot nem ér meg. Na most. Új űrhajó, hát űrhajó, hát jött egy ilyen új kis űrhajó, ami nagyon jól néz ki, ilyen az alapszkinje, meg lehet venni. Amúgy azért jó, mert más. És egyébként nem nagy extra az egész dolog, szóval azt mondom, hogy akkor érdemes ezekre az új skinekre, Sziandanára és izére költeni, kivételesen ezekre, amikor van jó sok platod és éppen unatkozol, és nem tudod, hogy mire költsed. Szóval így néz ki a eredeti. Ja nem, ez már vettem rá egy skint, és ezért néz ki így. Hogy itt a régi, most már a réginek is tök jól mozognak a szárnyai, meg ilyesmi is jön közben, de jól néz ki, valahogy jól néz ki, nekem tetszik, ez kész. Ennyi, lehet azért tetszik, mert hogy új. És akkor erre még lehet venni ilyen bugyut a skineket. Na most, térünk rá a lényegesebb információkra, hogy is kell. Ja igen, van ugye két Sziandana, az egyik az ez, szinte ha beállok az arzenálba. Az egyik az ez jól néz ki, és azt mondom, hogy úgy megéri a platot. Hát mondjuk mi éri meg, tehát hogyha van fölösleges platunk, akkor megéri, mert ez úgy jól néz ki a Warframe-ek hátán. De a másik azért éri meg, mert annyira gáz, hogy már jó. Tehát ilyen gáz Sziandana, én nem értem, miért nem rögtön valamikor az elején találták ki ezt, mert ez már annyira gáz, hogy ez már jó. Tehát így olyan hihetetlen, ez kinek hogy fog tetszeni, de szerintem ez rettentően gáz. Szóval igazából skineket illetően leszámítva az űrhajót és az űrhajó színeket, leszámítva én azt hiszem nagyon gáz két Sziandanát kaptunk például. Szóval visszatérve egy kicsit a Valkürre, átalakították az erejét, legalábbis az ultimate képességét most már nem másodperc alapú a képesség, hanem energia per másodperc alapú, tehát 2,5 energiát fogyaszt másodpercenként, ami amúgy elég jó arány, szóval van értelme neki most sok power efficiency-t építeni, nem is tudom, azóta nem is építettem át. A lényeg az, hogy nem, még nem építettem át a kicsikét. Lényeg az, hogy legyen neki effektivitás, sok effektivitás, mert akkor az ultimate képességével jobban bírod. Az a lényeg, de még én is át kell bíleljem, de itt a power efficiency-nél érdemes neki sokat tenni. Mert akkor, most már igazából így lesz igazán erős a Valkür. Na, mi van itt még? Kicsit meg vagyok fázva. Bocsi, Atlaszról beszélek, akkor még egyszer csináltam egy videót, ahol elmondom, hogy hogyan kell az Atlasz drágát kifarmolni, hál' Istennek nekem könnyen összejött.
és talán, hogy meg tudom nektek mutatni mindent. Szóval az Atlaszt elkezdeni kifarmolni. Úgy lehet, hogy ugye elindítod a questet. A questet megtalálni a kódexben, quests alatt, és rá se tudjad, hogy mi a izébe nekem alapból ott volt, még bele se néztem a questbe. Limbo, Kubro, Archwing. Megvan, Hidden, Stolen, Patient Zero, The Jordash Recipe, igen, ő az. Ezt kell elindítani, akinek nem lett meg alapból. Na most! Hogyan kell elindulni? Tehát elindítod a questet, és ki fog neked írni, hogy hiányzik egy úgynevezett Forialic Pods a gíredből ez. Ez a Feralic Pods, ez hiányzik a gíredből, és ezt be kell tenni, mert másképp nem tudod elindítani a questet. Na most! Ahhoz, hogy ezt megszerezd, ezt a Feralic Podzot, kell szerezned, vagy három alkatrészt, négyet blueprintestől együtt, vagy ötöt blueprintestől együtt. Ahhoz pedig, hogy ezt megszerezd, kelleni fognak, ha megtalálom. De miért nem találom meg, hiszen tegnap még itt voltna, az a lényeg. Átkerült a túlra. De meg kell, mert egyszerűbb, hogyha megmutatom nektek, úgyhogy... ott volt. Itt van. Ezt a Feralic Podzot. Látja, ehhez kell ez ilyen Puzzetic Tuberculosis. Ez a Chitinous Husk Infected Palav... Szom tudja mi az. És Severed Bisect. Na, ez a négy alkatrész plusz a blueprintet dobja a Jaggernaut. A Jaggernautot megtalálni, kérem szépen, és előcsalogatni, az Eris-en lehet, és a küldetés magát meg sem találod a questek között, ha nincs meg az Eris bolygó. Elmész az Eris-re, és azon belül is elmész egy Exterminate Mission-re, ezt javaslom. És ott előcsalogatod a Jaggernautot. A Jaggernautot úgy lehet előcsalogatni, hogy minél többet ölsz. Minél többet ölsz, annál könnyebben jön elő. Na most lezúzod a Jaggernautot. Jaggernautot lezúzni legegyszerűbben úgy lehet, hogy Corrosive Projection Aura mod van nálad, és a társadalom lész, akkor minden éjjel lejön nálatok az. Vigyetek magatokkal Toridot, vagy bármit, ami magas sebzést képes okozni, és le lehet zúzni, és akkor megszerzitek ezeket az alkatrészeket, legyártotok egy ilyen podot, egy ilyen cuccost, és akkor el tudjátok indítani a questet. Ha elindul a quest, akkor helyből egy Extermination Mission-nel kezdtek neki, és ott is elő kell csalogatni a Jaggernautot, és a Jaggernaut le fog dobni megint csak ugyanilyen cuccot. Egy ilyen fajta alkatrész, valamit le fog dobni, de hogyha már lesz egy pár ilyen, akkor nincsen gond. Szóval párszor ki kell farmolni a Jaggernautot, és akkor kapsz egy ilyen blueprintet. Ezt legyártod megint csak, és azáltal megkapod az Atlas blueprintjét, és az Atlas blueprintje a kulcs, hogy elmenj boss fightot zúzni. A boss fightot pedig nézzétek meg a másik videót, hogy kell és mi a trükkje. Ott elmagyarázom viszonylag érthetően, remélhetőleg, és így kell kiformolni az Atlaszt. Röviden és egyszerűen érthetően, szóval nem kell pánikolni, hogy nem tudom elindítani a questet, először is meg kell szerezni az Eris-t, másodszor meg kell farmolni a Jaggernautot, amíg le tudsz gyártani egy ilyen Feralic Podzot, ha harmadszor ugye még egyszer meg kell farmolnod a Jaggernautot, mikor elindul a questet, még egyszer le kell gyártani egy ilyen Feralic Podzot, ha minden igaz, és akkor átenged, akkor meg lesz az Atlas blueprintje és átenged a bosshoz, de a boss fighthoz nézzétek meg a másik videót. Fegyverek, jöjjenek a fegyverek, lett egy kaszásunk, tuti van köztük magyar programozó, aki ilyen eredeti neveket talál ki egy kasza alakú kaszának, szóval Archwing fegyver, kaszás, nem tudom, annyira nem foglalkozom Archwinggel, biztosan nagyon cuki mutat, hogy őszinte legyek, semmi excesszor, de kasza alakú kasza, mindegyik Archwing fegyver, hogyha millire kerül a sor, mindig Archwing fegyver pontosan ugyanúgy néz ki, és ugyanaz az animációja, szóval nem sok változás. Ha megveszitek a Jordash Siandana pakkot, akkor pakban vegyétek meg, mert olcsóbb, és akkor megkapjátok mind a kettőt, a rondát is, meg a jól kinézőt is, ha van annyi platotok, akkor olcsóbb megvenni
a pakba. Én azt mondom, hogy a Valkyr skint azt fanyagoljátok, nem az igaz és nem a legszebb skin, amit valaha csináltak. Még mindig a Valkyr Busted Helmettel néz ki a legjobban, szóval ennyi. Fegyverek, equipment, weaponsnél, a melee blueprintseknél kivehetitek az új fegyvert, melee fegyvert, ami a féle, mondjuk úgy, hogy box kesztyű. Mi? Hol vagyok? Hol? Itt van. Tekkónak hívják. Érdekes adatai vannak, hogy azt mondjam. Egész jó a slash damage-e. Amúgy, és ami nagyon beteg, nagyon elmebeteg, és nagyon érdemes Berserkerre buildelni emiatt, 30%-os critical chance, kétszeres szózolva, elképesztő adat, azt kell mondjam, nagyon jó kis cuccos lehet ebből, az az igazság, úgyhogy kell hozzá egy Ankyros, amit én már legyártottam, úgyhogy szerintem el is kezdem gyártani, mert elfelejtettem gyártani, szóval ez a Tekko, ez egy jó cucc lehet. Jap, és íme. Ez is elindult. Vagy mégsem? Na azért. Elindul a Tekko gyártása. Ez az új milli fegyver, az Atlashoz hozták be. Ha jól tudom, hozzájárul egy stance mod is, valami Gaiaz... Gaia, nem tudom mi a fene volt a neve. Ez az. Van egy új stance modunk, amit kifarmolni, úgyhogy ha véletlenül New Weapons and Mod, itt van News, Gaia's Tragedy, ez az új stance mod, ha véletlenül kidobja, csak azért mondom, hogy ne add el, tud, hogy mi az, és valószínűleg az új melee fegyverben van, és ezek az új ellenfelek dobják, a New Enemies, ugye a Fog Combo, Fog Scrambus, Null Combo, ők dobják, korpusz ellenfelek, és széles körben előfordul minden bolygón, úgyhogy bárhol eshet gyakorlatilag, úgyhogy az új stance modot így lehet kifarmolni, még magamnak se sikerül, hogy gyűlölöm a korpus, gyűlölöm kellene harcolni, mert nagyon egy köcsög népség és macera, na mindegy. Szóval az új stance modot ott tudjátok kifarmolni az új Tekkohoz, ha minden igaz, ez a stance mod jó lesz bele. További fegyverek, másodlagos fegyver, itt ott a Sonicor Blueprint, amire így első ránézésre érdekes adatai vannak, de mégis csak van egy 50-es impact damage-e, ami nem rossz, biztosan nem egy rossz fegyver, még nem próbáltam ki, majd lehet, hogy csinálok róla a videót. Ami zavar és hogy böki a csőre, mert 10%-os critical chance, amivel ráadtak egy 200%-os szorzat, a pöcsnek. Nem elég, hogy csak 10% esély van arra, hogy egyetlen egy kritikus beössön egy 50%, egy 50-es impact damage-el, amit mondjuk kihúzol maximum 150-re, és arra 10% van, hogy abból egy kritikus csináljon, és mondjuk csinál egy 50%-os kritikus, szóval a 150-ből lesz talán 300-as sebzés, amit felszoroz 200-al, tehát lesz kb. Egy 600 körüli sebzése, anyád oda ne rohanjak, szóval mi az Istenért cserélném le a színnői gamma koromat erre, szóval nem tudom, hogy mennyire lesz jó fegyver, jelenleg gyártom, remélem beválik, jól néz ki a karon, az biztos, ahogy láttam más videósoknál, és állítólag fun fegyver, tehát állítólag fun fegyver, ezért is gyártom le, meg amúgy is kell az XP, szóval kicsit furák az adatai, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz jó fegyver, főleg azért, mert a fire rate-je 1,25, ami gyorsnak számít, szóval, ja, valószínűleg érdemes, de azt mondja, mindenki érdemes legyártani, és ki kell próbálni, úgy dicsérik az emberek, azt mondják, hogy egészen jó kis fegyverecske. Na most, a következő dolog, mi van még? Ja, igen, erről kell még magyarázni, akkor feature-re rámegyünk, itt van ez a Landing Craft Foundry segment, ez a Landing Craft, ez egy Foundryhoz upgrade, mint annó volt az inkubátor szegmens upgrade. A klánban, a Tenno laborban megtaláljátok, azoknak, akik kifejlesztették, nálunk is jelenleg most készül. Ez a Landing Craft megépítését engedélyezi, a Landing Craft az egy ilyen leszálló egység lesz, ami az űrhajódból levisz a bolygóra, nagyon jó, cukorfalat. A következő pedig Air Support Charge-ok megépítését fogja engedélyezni. Air Support Charge-okat már helyből kaptunk 10-et, a Foundryban, itt van ők azok, ezeket legyártod, és afféle tényleg egy ilyen kisegítő csomagot fogsz kapni játék közben, 10 perc a
10 percenként lehet felhasználni, gondolom kapsz életet, gondolom kapsz energiát, talán ammót és ilyesmit is, és egy darabig kihúzhatod, de nem vagyok benne még biztos, még nem használtam, megint csak mondom, nem vagyok benne biztos, hogy még mindig megéri ezt legyártani a Last Team Energy Restore vagy Last Team Health Restore helyett. Hogy őszinte vagyok, de hogyha már ammót is dob, amiről még nem tudok, de aki már kipróbált, az kérlek írja le, hogy dob-e ammót netelméletlenül, akkor már jobban megéri. Az az igazság, és akkor ezekre már legalább nem kell költeni. Ami egy mégis egy tök jó dolog, mert olyan dolgokból épül ez föl, amit viszonylag könnyen lehet farmolni. Úgyhogy az úgy faszántos dolog lenne. Na! A következő dolog, most leugrunk egy kicsit a dodzsolva, mert ott is van egy új fegyver, amit érdemesnek látszik kivenni. Jó, hát igen, cuki. Cuki az új űrhajó, igen, és így mozog, és így nagyon izgé. Megvárjuk, amíg betölt. Jó. Oké, miért tart az ember SSD-t? Azért, hogy fél órát várjon a töltése. Eljövünk szépen a... Hol is tartjuk? Corpus Labor, itt tartjuk. Jó, eljöttök a Corpus Laborhoz, és... Vagy nem ide? Convectris, nem Convectris, hol van? Ja, nem is itt van. Én sem tudom már, hogy hol van. Vagy itt van? Yep, itt van. Convectris Tracers. Tehát ő az egyik új elsőleges fegyver. Lézereket lő, egy nap múlva több mindenki fog róla derülni, jelenleg fejlesztés alap áll nálunk is. A másik dolog, az pedig ugye itt tudjátok majd megtalálni a Landing Craft Foundry szegmentet, úgyhogy ja, ez már, ennek is kell még egy nap, amire elkészül. Na! Ennyi lett volna ez a videó röviden. Nagyjából mindent így elmondtam. Ha van kérdésetek, és akkor írjátok le nyugodtan, igyekszem rá válaszolni. Ha van válaszotok a kérdésekre, akkor írjátok le azt is nyugodtan, és akkor könnyebb dolga lesz mindenkinek. Szóval azt mondom, hogy minél több információt tudtok erről az új patchről, minél jobb trükköket, bármi, akkor azt adjuk át egymásnak, nyugodtan lehet kommenteket hagyni a videó alatt, és észrevételeket, esetleg az új bosszal kapcsolatban, esetleg az Atlas farmmal kapcsolatban, esetleg Atlas buildeket, esetleg kinek hogy tetszik ez az új Valkyr skin, így ebben a szögben egész jól néz ki, kinek hogy tetszik az új Siandana. Kíváncsiak a véleményetekre, kíváncsiak, hogy mennyire találtak bele most Warframe-esek ebbe az új dologba, és hát én egyet nagyon-nagyon sajnálok, hogy csak Atlas hozták, és Ázsia pedig megkapta ugye a Majom király, vagy Isten se tudja mi a neve annak a Warframe-nek, és Atlas is szedtük. Egyszerre két izét kapta, két Warframe-et, de csak egyet, és legyünk boldogak vele. Úgyhogy, hát hölgyeim és uraim, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!